Még szeptemberben indult a Mátthiás Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramja 25. 5. osztályos tanulóval, akik ezúttal egy természettudományos kísérletek című kurzuson vehettek részt. Kémia, azért ez természettudományos kísérletek, mert szinte csak kémiáról van itt szó. Nagyon megtetszett két dolog főként, a robotok világa, a drónok, azok tetszettek meg, meg ez a kémiai dolog nagyon megfogott, és akkor úgy döntöttem, hogy jelentkezni szeretnék. A fiatal tehetségprogram emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti a tudatos pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket. Anya mondta, hogy lesz egy ilyen tehetségprogram, és nagyon megtetszett, hogy ilyen természettudományos. Az infós a legelső volt, a kedvencem a internettudatosság volt az egyik. Géppel foglalkoztunk, a vírusokkal, meg a influencerekkel. Szerintem nagyon jó ez, és jól érzem magam. Molnár Ágnes régióvezető azt mondja, az általános iskolások a fél év során bepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos internet használati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A program egészen 8. osztályos korukig kíséri el a gyerekeket. Két hetente szombatonként találkoznak a gyerekek egymással, és akkor különböző érdekes kurzusokon vesznek részt. Főleg az élménypedagógiára épül a kínálatunk, tehát mint ahogy ma is látszik, a gyerekek felállnak, mozognak, tevékenykednek, tehát ők saját maguk próbálhatják ki a különböző anyagokkal való kísérletezést. Délelőtt egy elméleti rész volt, tehát akkor megismerkedtek egy picit a dolgoknak a miértjével, mi is a maga a kémia, egy picit a periódusos elemnek, vagy a periódusos rendszernek a világába kalauzolta őket az oktatónk, és délután pedig kizárólag kísérletek történnek, amit utána természetesen meg is beszélnek, hogy mi miért történik.